A polgári jogot érintő korábbi részekben beszéltünk már az adásvételről, valamint azt is körbejártuk, hogy egy ingatlant hogyan lehet értékesíteni. A következő két részben viszont azt fogjuk körbejárni, hogy hogyan lehet bérbeadni egy adott ingatlant. Kezdjük is akkor azzal, hogy mik az általános tanácsok a szerződésekhez a bérlet, illetve bérlés esetén a bérbeadó, illetve a bérbevevő számára. Mindenképpen tanácsos, mint ahogy mindent írásba foglalni. Ezt már azt hiszem több műsorban is mondtam, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Írásba kell foglalni. Miért kell írásba foglalni? Azért, mert ha mégis ide kerülnek a felek a bíróságra, a bérbeadó és a bérlő, mert valami jogvita van közöttük, hát a legegyszerűbb bizonyítási eszköz nem más, mint az okirat, ami feketén-fehéren rögzíti az, hogy kinek mi volt a joga és a kötelezettsége. Maradjunk is akkor ennél, hogy mit kell tartalmazni ennek a szerződésnek, illetve vannak-e bármiféle formai követelményei? Igazából a két fél együttes akarat elhatározásán alapulhat ez a szerződés, de mégis mi legyen benne? Hát nyilvánvalóan a lényeg az, hogy ki a bérlő, ki a bérbeadó. Nagyon fontos, hogy a bérlő esetében rögzítsünk egy lakcímet. Ez miért fontos? Mert majd később, amikor valamilyen kézbesítést kell megkísérelni, adott esetben mondjuk majd előjön a felmondás, amire most nem térnék ki. Fontos, hogy tudjuk, hogyha valami probléma van, nem érem el telefonon a bérlőt, akkor legyen egy cím, amire én tudok kézbesíteni, mert aztán ennek majd komoly következményei lehetnek, hogy sikeres vagy nem sikeres volt a kézbesítés. Nyilvánvalóan megjelöljük azt az ingatlant, amit kiadunk albérletbe, és azt is, hogy ezt nyilvánvalóan lakás céljára fogják használni. Nagyon fontos abban az esetben, hogyha ez egy társasházban van ez az ingatlan, akkor minden társasháznak van szabályzata, ez szabályozza azokat az együttélési normákat, amelyek adott esetben a csendre vonatkoznak, esetleg a házi állatokra nézve is tartalmazhatnak szabályokat, akkor ebben a szerződésben hívjuk fel a bérlőnek a figyelmét arra, hogy ebben a társasházban milyen plusz szabályok vannak, ezek az irányadóak, ez be kell, hogy tartsa, és ennek függvényében is vállalja el a bérleti szerződésnek az aláírását. Kitérhetünk ebben az állattartásra is, a cigarettázásra, ugye ma már népszerűvé vált elektromos cigaretták és a vízipipáknak a használatára is. És hát az egyik legfontosabb dolog, hogy magát a bérleti díjat, valamint a kauciót is tartalmazza ez a szerződés. Igen. Hát a bérleti díjnak az összege nyilvánvalóan ez szabad meghatározásnak a tárgya. Mindig rögzítsük a bérleti díjat. A bérleti díjat azt előre esedékes megfizetni, legyen benne mindig a teljesítési határidő, tehát, hogy minden hónap 10-ig. És itt is újra elmondanám azt a mondatot, hogy a szó elszáll, de az írás megmarad, akár barátom a bérbeadó, akár nem, a bérlőnek az az érdeke, hogy az mindig bizonyítható legyen, hogy ő a bérleti díjat megfizette. Ezért elég egy átvételi elismervényt aláíratni a bérbeadóval, nem kell számlát kérnie, de már ez is egy bizonyítási eszköz lesz, hogy már pedig neki bérleti díj tartozása nincs, és a bérleti díjat mindig határidőben megfizette. Ugye a másik nagyon fontos téma, amit a bérleti díjjal kapcsolatban említett, az a kaució. Mert e körül nagyon sok, azt gondolom, tévhit is terjeng az emberek között, mert volt már arra példa, aki azt gondolta, hogy úgyis megszűnik két hónap múlva a bérleti szerződés, és akkor én erre az utolsó két hónapra nem fizetek bérleti díjat, hisz én két bérleti díjnak megfelelő kauciót ott hagytam a bérbeadónál. Na most ez nyilvánvalóan ez nem így működik, pontosan azért térjünk ki erre. A polgári törvénykönyv meghatározza egyébként, hogy 3 havi kaució lehet, a bíróságnak mérséklési joga is van, ha perre kerül a történet, de a szokásos, amit a köztudatban általában elfogadott, ez a 2 havi kaució. Tehát ez semmiképpen nem arra szolgál, hogy a bérlő ezt a végén lelakhatja idézőjelbe, hanem nyilvánvalóan merülhetnek fel károk, merülhetnek fel számlatartozások a bérletnek a megszűnését követően, és akkor ezt tulajdonképpen beszámítják a kár enyhítésbe, beszámítják a számlatartozásokba. Egy másik ilyen elszámolásra adhatok ott az a bérlés végén, amikor például egy felújítás történt, vagy egy átalakítás az ingatlannál. Ezt hogyan kell kezelni?
Ez is mindig a felek megállapodásán kell, hogy nyugodjon. Nyilvánvalóan a bérlő végezhet felújításokat, de ehhez mindig kell a bérbeadónak a hozzájárulása, és adott esetben ők meghatározhatják azt, de akkor konkrétan meg kell határozni, hogy ez a felújítás pontosan mit takar, milyen beruházást jelentett, ennek mennyi az értéke, és akkor ez milyen időszakot fed le. Ha ez nincs meghatározva, akkor ez megint jogvitára ad okot, mert a bérbeadó azt fogja mondani, hogy én ehhez nem járultam hozzá, csak abban egyeztünk meg, hogy ez egy havi bérleti díjat fog fedezni, tehát ha ilyen eset van, akkor ezt mindig rögzítsék a szerződésbe. És ha már itt a felújításról beszélünk, ugye a másik oldalról is, mármint a bérbeadó oldaláról is előfordulhatnak olyan munkálatok, amelyek az állag megóváshoz szükségesek. Nyilvánvalóan ezeket a munkálatoknak az elvégzését, azon munkálatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy rendeltetésszerűen legyen használva egy ingatlan, ezeket a bérlő köteles tűrni. Még egy nagyon érdekes kérdés van itt a bérleti jogviszony körében, amikor egyszer csak betoppan a bérbeadó, és a bérlő rossz néven veszi, hogy előzetes bejelentés nélkül idejött, nem engedi be, a bérbeadó panaszkodik, hogy hónapok óta nem tudok bemenni a saját lakásomba. Hát ugye erre is a megoldás az, hogy rögzítsék a szerződésbe a felek, hogy minden hónapban egyszer fel fog menni a bérbeadó az ingatlanba, azt is, hogy nem csak a számlákat fogja elkérni, hanem joga van minden helységbe bemenni, és akkor ne érezze magát sértve a bérlő, hogyha tulajdonképpen egy ilyen ellenőrzést, egy revíziót fog tartani a bérbeadó. Hát úgy tűnik, hogy számtalan oka lehet annak, hogy összefeszüljön egymással a bérlő és a bérbeadó. A következő részben folytassuk arról, hogy milyen felmondási okok lehetnek, és hogy hogyan történhet meg egy felmondás.